Közéleti és kulturális szalon keretében a Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából rendezett zenés irodalmi estet a Vox Mirabilis Kamarakórus a Zsolt utcai közösségi házban. Az est díszvendége Janusz Karpinski, Székesfehérvár tiszteletbeli polgára volt, akit Deák Lajosné az önkormányzat család és nemzetpolitikai ügyeinek tanácsnoka köszöntött. Lengyel-Magyar Barátság az tényleg nagyon sok múltra, időszakra mutat vissza, és ez egy CD-ben mutató, ugye a Vox Mirabilis kórus, aki egy CD-t készített lengyel nyelven, óriási nagy sikert alakott Lengyelországba, több településen bemutatták, egyházi körökbe is. Egy is egy óriási megtiszteltetés, hogy itt, a Zsolt utcai közösségi házba fogadhatjuk a rendel vendégeinket. Janusz Karpinski megerősítette, számára kivételesen fontos a lengyel és a magyar nép összetartozása. Nagyon szeretem a magyar-lengyel barátság napját, hiszen ez az ünnep kapcsolódik mindkét nép kultúrájához. Az 1960-as években voltam először Magyarországon, és itt találkoztam a magyar kultúrával és azzal a szimpátiával, amit a magyarság képvisel a lengyel nemzet iránt. Azóta én is bekapcsolódtam a lengyel kapcsolatok építésébe, abba a folyamatba, amit Opole és Székesfehérvár képvisel a jelenben is. Az est méltóságát emelve a Vox Mirabilis Kamarakórus Zemlényi Katica vezényletével az Örökbecsül második lengyel himnusz előadásával erősítette meg a két nép barátságát. Az évszázados ünnephez mi 10 évvel kapcsolódunk be, hiszen 10 éve a Vox Mirabilis Kamarakórus is nagyon komoly barátságokat épített Lengyelországban kórusokkal, együttesekkel. Sokak voltak a vendégeink, és mi is többször jártunk már Lengyelországban, az idén is készülünk egyébként. A Lengyel-Magyar Barátság napja az nekünk különösen is nagyon fontos, nem csak azért, mert most végre bemutathatjuk az új CD-lemezünket, hanem azért, mert lengyel barátainkat is üdvözölhetjük, akik mindig mindenben kitartottak velünk. A találkozóról nem hiányozhatott Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke sem, aki az irodalombarátokkal együtt megteremtette annak a lehetőségét, hogy városunkban is megismerjék a lengyel irodalmat. Az esten a Jósika Miklós díjas költő lengyel nyelven is megjelent Ima verskönyvéből hallhattunk részleteket. Bármi is történik a világban, és bármit hagyunk kint, ajtón, kapun kívül, amikor egy ilyen találkozó van, akkor hát azt azért éreznünk kell, hogy ez egy nagyon fontos történelmi barátság a két nemzet között. A rendezvény megerősítést jelentett, hogy az a példaértékű kapcsolatrendszer, amely évszázados múltra tekinthet vissza az országok között, továbbra is szilárd hazánk és Lengyelország, illetve Székesfehérvár és Opole között.